Ez az Ír című emlékkönyvtárból származó éggömb 1630-ban készült Amsterdamban, Willem Janszon Blow készítette. A csillagokat fényesség szerint osztályozva egy 6-os skálán tünteti fel, így könnyebb tájékozódni az égen, meg lehet találni a fényesebb, kevésbé fényesebb csillagokat. Ezekből a csillagokból 1250-et tüntet föl, ezek közül 900-at már Tycho Brahe is ismert, az ő adatai alapján készült alapvetően az éggömb, és ezen kívül még 300 újabb felfedezést tüntettek föl. Ezek közül 3-at külön kiemeltek, ezek olyan szupernovák és csillagászati jelenségek voltak, amik nem maradandóak voltak, hanem rövid ideig látszottak, majd eltűntek az égről. Az egyik ilyen a Cassiopeia csillagképben tűnt föl, kifejezetten Tychóról van elnevezve, ugyanis ő figyelte meg és írta le a legrészletesebben. Az éggömb nem csak abban segít, hogy térben hol helyezkedünk el, hanem a csillagok állásából az időbeli tájékozódásunk is lehetséges. Erre utal az is, hogy például az éggömbnek a tartógyűrűjén ott van a Julianus és a Gergely-féle naptárnak a beosztása is, napok, névnapok, hónapok. Az éggömb Magyarország legrégebbi glóbuszpárjának egyike, a párja, a földgömb, az most is Zircen látható a Cisser című emlékkönyvtárban. Ha többet is meg szeretnének tudni az időről, akkor július 13-ig várjuk Önöket a Széchenyi Könyvtár az Idő arcai című kiállításában.